emberek vajon miért nem szívükön keresztül csatlakoznak, kapcsolódnak egymáshoz, hanem általában inkább egy elmezavaron. Tehát mitől kérdesedik a szív? Roberto beavat minket a biológia rejtelmeibe, fogadjátok nagyon szeretettel, érezzék ki magunkat egész nap, kitartás és nagyon jó kérdéseket kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Szervusztok! Köszönöm a lehetőséget a VNTV-nek, Jakab Istvánnak, hogy módot ad arra, hogy a biológikáról, új medicináról itt is halljatok. Ez mások lesz. Köszi. Várj egy picit, amíg még kinyitom a számot, kell egy-két perc, még bemelegszem, és akkor... Még reggel van, tudod. Szeress, köves vagy állj félre. Amikor én ezt először meghallottam, akkor azt éreztem, hogy igen, ez az. Ismerjük a biológikát, ismerjük a biológiai természettörvényeket, és aki ezt ismeri, az tudja, hogy a szeretet és az együttérzés az egy embernek vele született tulajdonsága. Ezt nem lehet megtanulni. Ez bennünk van. Ezt anya természet belénk programozta, és mégis azt látjuk a mai világban, hogy az élettársam, csak példának mondom, olyan csökkent együttérzésű, olyan, mintha nem szeretne. Látja, hogy nekem valami fáj, vagy mondjam úgy, hogy látja, hogy neked valami fáj, és úgy tűnik neked, mintha úgy nem venné, nem tudna veled együtt érezni, nem törődne veled, nem szeretne téged eléggé. Ezt a jelenséget, ezt a úgynevezett együttérzés hozzátartozói és együttérzés csökkenést, ha hiszed, ha nem, érzelmi konfliktusok idézik elő. Akinek vannak ilyen érzelmi konfliktusai, ezt előidézi, csökkent benne az együttérzés. De nem azért, hogy egy szadista állatkínzóvá váljon, hanem azért, mert az együttérzés csökkenés enyhíti az ő saját lelki fájdalmát. Szeretném nektek megmutatni azokat a konfliktusokat, konfliktus lehetőségeket és ennek az egésznek a mechanikáját, hogy hogyan válik valaki együttérzés képtelenné, szívtelenné, nem törődömmé, és ennek a hátterét. Az előadás címe, hogy mitől kérgesedik a szív. Az első talán, hogy akkor tisztázzuk a szó jelentését, hogy mit értek az alatt, hogy kérgesedik. Nehezebb hozzáférni, nem olyan nyílt, nem olyan érzékeny, sőt, akár súlyosabb konfliktusoknál a teljes együttérzés kihalását látjuk az emberben. Súlyos konfliktusok konstellációiban az illető szemrebben és nélkül végignézi, hogy ott szeme láttára élve felboncolnak egy állatot, tehát ide tartozik a szadizmus is. Ahhoz, hogy ezeket az összefüggéseket így mélységében megértsed, szeretettel ajánlom neked, hogy a hd.szervatlasz.hu címről törzsd le a Szervatlasznak az alapismeretek részét, ugyanis ez a képlet. Ebben tudod beértesíteni a konfliktusokat, és aztán látod a szervi elváltozás és mentális elváltozás következményeket. Én azért szeretem a biológikát, új medicinát, kérem szépen, mert ez egy száraz természettudomány. Nem fér hozzá kétség, nem hitkérdés. Ez kérem szépen így van, és a soron következő eseten ellenőrizhető. Öt biológiai természettörvényt ír le, ugye a zöld hátteres rész, miszerint az első természettörvény minden úgynevezett természetes elváltozás egy konkrét feltételeknek megfelelő érzelmi konfliktussal indul be. Érzelmi konfliktus nélkül nincsen természetes elváltozás. De hát mi van, ha megiszok egy valami mérgező anyagot, és akkor fölborul a rend a szervezetemben? Ez nem egy természetes elváltozás. A toxikológia az nem az elváltozástan, hanem az egy mérgezéstan. Tehát
Az öt természettörvény érvényes minden elváltozásra, ami nem külső behatásra alakul ki. És hogyha kutakodsz, vizsgálódsz, akkor könnyen és gyorsan különbséget lehet tenni, hogy van-e itt megoldani való konfliktus, vagy valami külső behatás eredménye. Tehát a természetes elváltozások érzelmi konfliktusok hatására jönnek létre. Élem a hétköznapi életemet, püf, becsapódik egy konfliktus, és tartós, stresszes állapotba kapcsolok. Ezt nevezzük úgy, hogy az elváltozások konfliktus aktív szakasza. Konfliktus aktív szakaszban, ugye megoldatlan a konfliktusom, stresszben vagyok, nem tudok lenyugodni, nem tudok nyugodtan aludni, nincs étvágyam. Állandóan a problémán jár az eszem. Egyszerűen nem bírom kiverni a fejemből. Ez olyan konkrét dolog, hogy az agyunkban rövid zárlatot okoz, ami lefotózható, és szervi szinten azonnal beindul egy elváltozás, egy alkalmazkodási elváltozás. Mivel a biológiában ezek a biológiai válaszreakciók arra vannak kitalálva, hogy átsegítsenek minket megoldatlan élethelyzeteken, a konfliktus aktív szakaszban nagyon ritkán produkálunk észrevehető tüneteket. Ez egyrészről jó, mert anyatermészet nem akadályozza vele a konfliktus megoldását, másrészről nem jó, mert sokszor nem veszük észre, hogy elszenvedtünk elváltozásokat beindító konfliktusokat. Aztán a konfliktus megoldódik, végre túl vagyunk rajta, végre nem kell ezzel a problémával foglalkozni, és átlépünk az úgynevezett konfliktus megoldás utáni szakaszba, másnéven vagotóniába. Fölmelegszenek a végtagok, az ember fáradtnak, levertnek érzi magát, és sokszor ezt már észre is vesszük, hogy hú, többet kell aludni, nagyobb az étvágyam, fáradt vagyok, levert vagyok napokon, heteken keresztül. Ez a második szakasz. Ahhoz, hogy jól megértsed ezeket az összefüggéseket, öt természettörvényt kell megismerned, és ez volt a második, a kétszakaszúság törvénye. Tehát nem bonyolult, ezt meg lehet érteni. Még nekem is sikerült megérteni. A következő, a harmadik biológiai természettörvény arról szól, hogy leírja, hogy az testünkben lévő négy fő szövettípus hogyan reagál konfliktus helyzetekben. Vannak az úgynevezett mirigyszövetek, ezek a legősibbek. A mirigyszövetek funkciója, hogy képesek felszívni váladékokat, és képesek előállítani speciális folyadékokat. Mirigyszövetek nélkül az anyagcsere elképzelhetetlen. A második fejlődés történeti fokozat a hártyák kialakulása. Ugye amikor vízi élet kialakult, hát konfliktálódtunk azzal, hogy a tengerszíle kavicsos. Hoppá! A lágy mirigyes szövetek könnyen megsérülhetnek a kavicsok súrlódása hatására. Kell egy védő hártya. Anyatermészet az evolúció második fokozatában kialakította a védő hártyákat a testünkben. Ezek a mai napig megvannak, hashártya, mellhártya, szívburok, bőrirha, amik valóban jó védelmet biztosítanak. Egy elváltozás során ezek a hártyák megvastagodnak, majd a konfliktus megoldásával hártyagyulladások formájában, ugye. A harmadik módosult kötőszöveteket érintő konfliktus téma az önértékelési konfliktusok. Itt sorvadást látunk az aktív szakaszban, aztán ami korábban elsorvadt alkalmazkodás címszóval, értelemszerűen sejtszaporulattal fog regenerálódni. A laphám szövetek fekélyesednek, elvékonyodnak a konfliktus aktív szakaszban, majd a konfliktus megoldásával, szintén értelemszerűen sejtszaporulattal regenerálódnak. Az úgynevezett szívtelenség nem jelenik meg egyetlen egy konfliktus hatására. Ha én elszenvedek egy sérelmi konfliktust, ami a hátyákhoz tartozik, tehát engem valaki megsért, megbánt, fölnyársal a szavaival, mások előtt mélységesen megsértve érzem, megbántva érzem magam, akkor a kisagyban, a fejemben kimegy a biztosíték, és az érzelmi asszociációnak megfelelő helyen, a testemben megindul egy hártya megvastagítás. Na mi lehet ennek az értelme? A kisagyvezérelte biológiai különprogramok elváltozás értelme a konfliktus aktív szakaszban nyilvánul meg, vastagabb hártya, jobb védelem. Amikor a konfliktus megoldódik, megjelenik a hártyagyulladás, és a daganat elbontásra kerül. Korábban nem tudták, hogy ezek így párossával összetartoznak. A kisagy reagál az úgynevezett sérülési, sérülés félelmi konfliktusokra.
Ha valaki elszenved egy konfliktust, becsapódik a kis agyban, beindul egy elváltozás, de nem lesz belőle szívtelenség, érzelmi együttérzés, vagy hozzátartozó és együttérzés csökkenés. Ahhoz, hogy az emberből elkezdjen kihalni ez a veleszületett minőség, ahhoz kettő konfliktust kell elszenvedni. Nagyon érdekes. Anyatermészet elképesztően jól kitalálta ezt, nagyon jól leprogramozta. Hogyha a kisagy jobb és bal oldalán egyidejűleg kimegy a biztosíték, vagyis anyagyermek, elődutód, gondozó-gondozott vonatkozásban és partner-kortárs vonatkozásban fennáll két aktív konfliktusom, ahol én megbántva, megsértve érzem magam, ennek hatására kihal belőlem az érzelmi együttérzés képessége, hogy ezáltal rezisztensebb, ellenállóbb legyek a elszenvedett konfliktusai miatti lelki fájdalomra és esetlegesen a további sérelmekre. Nagyon durva ez, kérem szépen, hiszen az a jelenség, amit manapság látunk a világban, hogy az emberek eljárkálnak egymás mellett, nem zavarja őket a másiknak a fájdalma, kínlódása, szenvedése. Egyik barátom rosszul lett az egyik bevásárló központban, elesett, elvágódott, és két perc múlva arra ébredt, hogy az emberek így átjárkálnak, átlépkednek fölött. A szegény ott feküdt a földön, és akkor a bevásárlók azok így átlépkedték, és képzeld el, milyen érzés lehetett ott neki, mikor kinyitja a szemét, így magához tér, és akkor mint egy darab fát úgy átlépkedik. Ez nem normális dolog. Az, hogy az emberből csökken az együttérzés, azt jelenti tehát, hogy az illetőnek sérelmi konfliktusai vannak. Mit jelentenek ezek a sérelmi konfliktusok? Ezek lehetnek konkrét testemet veszélyeztető dolgok, például félek egy műtéttől. Valakinek van egy bélelváltozása, szükséges megoperálni, de ő hallotta valamikor régen, hogy hú, a szomszéd is megműtette magát, elvágtak valamit a hasába, az abba aztán később meg belehalt. Jaj, csak nehogy nekem is valami baki történjen, félek, hogy ott véletlenül elvágnak valamit. Tehát ez egy konkrét sérülés-félelmi konfliktus. Az agyunk reagál az átvitt értelemben megélt sérelmekre, tehát akár a verbális sérelmekre is. Valakit lealáznak, megszégyenítenek, vagy egyszerűen csak úgymond megbántanak, ami a másiknak nagyon fáj. Ismersz olyan embereket, akik akkor is képesek a másikat megbántani, amikor annak semmi oka és értelme nincsen? Csak úgy egyszerűen úgy odaszúr. Hát mondom, az ismerősöd védelme érdekében, hogy ő nem azért csinálja ezt, mert fájdalmat akar neked okozni, hanem azért csinálja, mert ő többszörösen megbántva érzi magát, és szegényként kínjában nem tud más csinálni, mint az, hogy visszabök. Ez egy úgynevezett konstelláció, tehát amikor az együttérzés elkezd az emberből csökkenni, akár súlyos konfliktusoknál kihalni, ez mindig többszörös konfliktusoknak a következménye. Amikor tehát ez a két konfliktus a kisagy jobb és bal oldalára becsapódik, az elszenvedett konfliktusok súlyossága határozza meg az agyi léziók nagyságát, és az agyi lézió, az agyi szinapszis leválás kiterjedése fogja meghatározni a szívtelenségnek a mértékét. Ez lehet nagyon lájtos, de lehet akár nagyon komoly szívtelenség is. Ide tartoznak a szadisták, a mazohisták, akik nem fogják fel a tetteiket. Egyszerűen nincs bennük együttérzés. Súlyos konfliktusok következtében ez annyira durva, hogy az illetőnek még saját magával szemben sincs együttérzése. Egyszer régen dolgoztam egy munkahelyen, és az egyik kollégám átküldött egy videót, ahol az erdőben, egy őserdő, ilyen nagy VHS ócska felvétel, ott van egy ilyen néger benszülött, kezébe egy fejszével, így fölteszi a kezét a levágott falnak a csonkjára, és lecsapja a saját kezét, spriccel a vér, és a kollégám milyen jót kacagott ezen, hogy ha-ha-ha. Bocsi, de ezen egy egészséges, nem konstellált ember szabályosan megrökönyödik. A kollégám meg jót kacagott rajta, és mondtam neki, na öregem, még egy ilyen videó, és aztán szólok a főnöknek. Tehát egyszerűen fölzaklató volt. De nézzük csak meg.
az az illető, aki ezt képes volt megtenni, hogy a saját magát megcsonkítsa, ő saját végtagjával kapcsolatban nem volt benne együttérzés. Hogy lehet ez? Úgyhogy két irányból is durva sérelmi konfliktusokat kellett neki ehhez elszenvedjen. Bizonyára hallottátok ezt a pécsi fiatalembernek az esetét, aki a kollégiumban összefogdosta az udvaron a macskákat, és azért, hogy a lakótársait sokkolja, kismacskának kivágta a szemét, és aztán elengedte a kollégiumban a folyosón. És aztán persze, hogy is mondjam, ilyen jogi eljárásba fogták ezt a fiatalembert, és ilyen büntető eljárásban, meg ilyesmi, hát ez minden csak nem segítség. Tehát az állatkínzás, az élveboncolás is ide tartozik. Az az ember, akinek nincsenek többszörös léziók a kisagyában, nem tud felboncolni egy állatot élve. Nem tud ártani. És ne gondold, hogy ez az együttérzés az emberi intelligencia függvénye. Az állatokban ez ugyanúgy megfigyelhető. Nekem voltak kutyáim, és amikor egyszer véletlenül az egyik kutyának a lábára léptem, és az úgy fölvakkantott, másik kutya úgy rohant be, hogy majd bevitte az ajtót, hogy úristen, mi van. És nem azért, mert ártani akar, hanem egyszerűen együtt érzett a másik visító kutyával. Tehát ez az együttérzés képesség, ez alapból bennünk van. Ettől csak eltérni lehet sérelmi konfliktusok hatására. És ezért nagyon fontos, nem csak azért, hogy ne legyenek daganatnövekedéseink és sorvadásaink, hanem azért is, hogy mentálisan tiszták maradjunk, hogy mentálisan helyén legyünk. Én ezért szeretem a biológikát, új medicinát, mert végre életre szólóan megnyugodhattam afelől, hogy egy, tudok gondoskodni a saját egészségemről, tudom, hogy mit kell tennem, hogy egészséges maradjak. Sőt, örökkoromig egészséges leszek, mert tudom, hogy ha konfliktusaimat gyorsan helyre teszem, akkor nem tud súlyos elváltozás kialakulni. Vagy ahogy gyerekkoromban láttam az utcán néhány ilyen őrült embert. Volt egy olyan, aki csak ment az utcán, és ott veszekedett saját magával, meg volt egy másik, aki ilyen üvöltöző, agresszív konstellációban volt, és gyerekként nem bírtam fölfogni, hogy úristen, mitől lesz valaki ilyen? Hát még ezekre a bizarr jelenségekre is magyarázatot ad a biológika, új medicina. És a legszebb, ugye régen ezt a szívtelenség jelenséget, a hagyományos pszichotriában, ilyen maradandó személyiségelváltozás. Ez nem személyiségelváltozás, ez egy ideiglenesen bekapcsolt válaszreakció. Amikor már többszörösen sértve érzem magam, hogy ne tudjak még több sérelmet elszenvedni, hideg leszek, és már föl se veszem. Akkor is, hogyha megböknek, már akkor se fog zavarni. Tehát ennek is értelme van, és a legszebb, hogy ezt ki lehet kapcsolni. Ugyanis a sérelmi konfliktusok megoldásával azonnal véget ér az együttérzés képtelenség. Azonnal véget ér a szadizmus, a szadista hajlam, a másokat gyötrési kényszer. Ez a szép benne. És hogyha ezt megértjük, tisztán tudjuk látni magunkat, és tisztán tudjuk látni a környezetünket. És a rossz hír ehhez kapcsolódóan, hogy vigyázz, hogy megtanulod-e a biológikát, mert ha ezt ismered, akkor fel fogod ismerni a környezetedben az elmezavaros embereket. Kacalászunk az első sorban, mert ez így van. És ez néha nem kellemes, mikor az ember rájön, hogy francba együtt élek valakivel, akinek ez ágába sincs kimászni az elmezavarából, sőt, még jól is érzi magát benne. Ilyenkor nincs mese, lépni kell. Tehát a biológika nem arról szól, hogy hogyan változtassuk meg másokat. Ez arról szól, hogy hogyan tegyem magamat helyre, hogy érzelmileg jól legyek, kiegyensúlyozott legyek, tiszta legyen a gondolkodásom, és soha ne legyenek komoly elváltozásaim. Úgyhogy ennek az ismerete, túlzás nélkül állíthatom, hölgyek, urak, hogy egy túlélési előny a mai világban. Ez az úgynevezett sérelmi konfliktusok hatására megnyilvánuló elmezavar, és még hadd tegyek egy kis kiegészítést,
ugyanis ez az elmezavar egy három komponensből álló elmezavar. A hagyományos pszichiátriában, elmegyógytanban, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, igen nagy az űrzavar. Tehát, hogyha a DSM-et, a pszichiátriai elváltozások betegségek szakjegyzékét megnézed, akkor ez egy hihetetlen maszatolás. A DSM 5-ös kiadásában már több mint 1500 elmebetegséget leírnak, és az egyik fickó, aki ezzel nyilatkozott, ilyen nemzetközi szakértő, azt mondta a DSM-ről, hogy ha ez mind igaz lenne, akkor ebből ezen rám is érvényes. Tehát a hagyományos orvostudományban a háttér megértése nélkül nagyon sok zűrzavart csináltak, nem értik, egy lapon neveznek dolgokat, kevernek dolgokat, és semmi se biztos. Innentől kezdve ezt most már láthatjuk tisztán. Nézzük meg, hogy ennek a szívtelenség elmezavarnak milyen más jellegzetességei vannak még. A szervatlasz kék hátteres része szól a mentális elváltozásokról, az elmezavarokról, és ez az ábra például tök jól szemlélteti azt, hogy mi az értelme az elmezavarnak. Itt ugye ezt a narancsárga hátteres részt kell nézni. Elszenvedi az illető a sértési konfliktust mondjuk a saját anyukája részéről. Hogy lehet egy anyuka részéről sértési konfliktust elszenvedni? Hát a gyerek valamit rosszul csinál, aztán kap egy taslát. És a gyereket, hogyha ez meglepetésként éri, az agya ezt egy sérelmi veszélynek, vagy sértésnek asszociálja, aként értelmezi. Aztán este hazajön az apuka, ő is ideges, hisztis, nyugös, fejletlen, és elkezd a gyerekkel csodázni, és ő is kap a másik oldalról egy taslát. Püf, azonnal bekapcsol, ha a gyerek ehhez nincsen hozzászokva, és ha ez neki biológiai konfliktus, az agy másik oldalán kimegy a biztosíték, aztán lehet, hogy a másik következő nap megtapossa az iskolába az osztálytársát együttérzés nélkül. Egyszerűen csak azért, mert önvédelmi okból bekapcsolt nála az elmezavar. Nézzük csak! Ez a daganat növekedés, a hashártya, mellhártya daganat növekedésnek a normál intenzitása ehhez a konfliktus intenzitáshoz. Abban a pillanatban, hogy bekapcsol az elmezavar, lecsökken a daganat növekedések intenzitása, tehát az elmezavarnak az az értelme, hogy ez jelentősen lelassítja a daganat növekedések gyorsaságát, és ezáltal időt nyerünk. És amikor az ember környezetet változtat, eltűnik a környezetéből az az illető, aki őt sértegette, bántotta, molesztálta, terrorizálta, és már nem érzi magát sértve, lejön a konfliktusról, és ki tud kapcsolni a külön program. Most ebben nem megyek nagyon bele. Nézzük meg a kisagyi konstellációnak a többi jellegzetességét. Tehát itt látható a szervatlasznak a kék hátteres részének kiemelése, és itt a kisagyi részt nézzük. Tehát itt van a szociálisan érzéketlenné válás, hozzátartozói és együttérzés csökkenés. Ez a komponens, ez az alkotó rész a velőállományi konstellációkban is megtalálható. Körülbelül a kutatásaim alapján körülbelül ugyanolyan mértékben nyilvánul meg. Az elmezavarnak van még másik kettő komponense, amelyek viszont eltérő mértékben hangsúlyozódnak. Itt van az úgynevezett önértékelési és másokat értékelési zavar, ez ugye értékítéleti zavarnak nevezzük, az illető nem tudja az értékeset az értéktelentől megkülönböztetni, a hülyeséget az egekig magasztalja, az értékes dolgokat meg tiporja. És ami még jobban meglátszik, a kényszeresen szurkálódó, bántó, sértegető, károkozó, egyén, közösség és társadalom ellenes, úgynevezett aszociális viselkedés. A gyötrő, kínzó, kegyetlen, szociopata, pszichopata, pusztító hajlam. Az egyik ilyen kedvenc film, amit szoktam tréningeken is ajánlani, Anthony Hopkins, ha jól tudom, az ő főszereplésével a Bárányok hallgatnak című könyv, film. Na, abban a filmben egy szadistát láthattok. Még a szájára is maszk van téve, mert különben megharapja a biztonsági őröket. Tehát ez ezt jelenti. Tehát ha valaki elszenved többszörös sérelmi konfliktusokat, bekapcsol az agyában ez a mentális, önvédelmi válaszreakció, az érzéketlenné válás, és még ezek a minőségek, ezek a jelenségek is megnyilvánulnak. Az a helyzet, hogy
ha felismered esetleg valamely szeretett hozzátartozódat, az a helyzet, hogy nem tudjuk helyettük a konfliktusokat megoldani. Ha csak nem te vagy konkrétan a sértegető, aki őt cseszegeti, sértegeti, szurkálja, piszkálja, atrocitálja, hanem valaki más, nem tudsz lejönni helyette. Tehát ezt mindenkinek magának kell helyre tenni, magának kell tisztába tenni. Hogy működik ez? Amikor elszenvedünk konfliktusokat, kimegy a fejünkbe a biztosíték, vakfoltosak leszünk a konfliktusunk témájára. Hogy? Hát úgy, hogy ne fájjon még jobban, mint hogyha egy ilyen lájtos amnézia lenne a konfliktus témájára, azért, hogy ne bírjunk annyira lovagolni rajta. És ez tehát egy önvédelmi válaszreakció. Ha megértjük ezeket, ha felismerem magamat, észre tudom venni, hogy hű a mindenit, de beszóltam valakinek teljesen ok nélkül. Tegnap de megbántottam valakit tök spontán, igazából akaratlanul. És akkor másnap, mikor már lejöttem a konfliktusról, mikor már nem kattogok rajta, akkor rá tudok nézni. És akkor megnézem, hogy na miért is éreztem magam sértve. Hát azért, mert az interneten csúnyát mondtak rám, meg beszólt a fatár. Vagy beszólt az anyám. Egy a lényeg, az egyik anyagyermek elődutód, a másik pedig partner, kortárs vonatkozású konfliktus kell, hogy legyen. Igazából ez az érzelmi együttérzés, ez az együttérzés csökkenés, érzelmi kiégettség, ez itt a kisagyi konstellációnál, a kisagyi konfliktusoknál jelenik meg. Megjelenik egyébként lájtos változatban a velőállományba becsapódó többszörös önértékelési konfliktusoknál is, de ott az értékítéleti zavar, ami leginkább látványos. Úgyhogy nincs okunk neheztelni, haragudni ezekre az emberekre, akik képesek szívtelenül átgázolni a másikon, képesek szemrebbenés nélkül nézni a másiknak a szenvedését, sőt, akár képesek előidézni másoknak a szenvedését, mert ezek az emberek nem azért csinálják ezt, mert ők így döntöttek. A fejükbe bekapcsoltak kőkorszaki biológiai különprogramok, és nem tudnak másképpen működni. Ha neked például ebből eleged van, mert már eleget szenvedtél egy lelki problémás embertől, akkor most már választhatsz. Hagyd abba, hogy reménykedsz abban, hogy ó, majd megváltozik. Figyelj ide, akit tegyük fel 30 éven keresztül a szülei folyton atrocitáltak, folyton sértegettek, nem bírták megállni, hogy a gyereket ne sértegessék. Miért is? Hát mert ők is be voltak konstellálódva XY okból. Állandóan sértegetik a gyereket, ha 30-40 alkalommal ugyanabban a relében kimegy a biztosíték az agyunkban, a regenerációk során az agyszövet elkötő szövetesedik, ilyen világos foltok formájában válik ez láthatóvá a CT felvételeken, nem tud már ugye az idegrendszer úgy kapcsolódni, ahogy eredetileg kapcsolódott, és hogyha 30-40 alkalommal ugyanabban a konfliktusba visszaesünk, akkor megroncsoljuk az agyunkat, és akkor, és csak akkor maradandóvá válnak az álmezavarok. És akkor már sehogy nem lehet az illetőt ebből kirángatni. Tehát én azért szeretem az új medicinát, mert egy egyszerű dolog, átlátható dolog, és óriási mértékben megkönnyíti az ember életét. Ha hiszitek, ha nem, én a környezetemben, akikkel együttműködöm, együtt dolgozom, nagyon durván szűrök álmezavarokra. Nagyon durván. Tehát jó alaposan megnézem, megfigyelem a másik embert, akivel bármilyen szinten kooperálok, hogy na, felismerek-e nála ezek közül valamit. És ha igen, viszlát. Miért? Nem azért, mert szívtelen vagyok, hanem azért, mert szenvedtem már eleget, hogy jó indulatból, szeretetből megengedtem azt, hogy lelkisérült, elmezavaros emberek garázdálkodjanak az életembe. Eszméletlen sok kárt szenvedtem már emiatt, és most már könnyű dolgom van, hiszen ezeket a jelenségeket lehet látni. Megfigyeled az embert egy ebédnél, és már is le tudod szűrni, hogy milyen konfliktusai vannak. Hát, hogyha még elárulja az elváltozásait is, akkor pedig teljesen szépen át lehet ezt látni. Úgyhogy ennyire egyszerű. Tehát a szívtelenség nem más,
mint konfliktusok következménye, és az egyik konfliktus feloldásával azonnal visszatér az emberbe az együttérzés. Nem kell templomba járni, nem kell 2 hónapot Tibetbe elvonulni, hogy az ember helyre zökkenjen. A konfliktusainkat kell megoldani. És kívánom nektek, hogy tanuljátok meg minél hamarabb a biológiai természet törvényeket, lássátok át a saját és környezetetek működését, mert millió konfliktust fel tudunk ezzel számolni. Tehát nem fogsz tudni haragudni arra az emberre, aki téged vérig sért. Nem tudsz. Miért? Mondjuk megpróbál nyilvánosság előtt lealázni az illető. Nem az lesz, hogy úristen, most mit csináljak, hanem miért is csinálja ezt? Hát szegénykém nem tud másképpen működni. És kész, más, már nem vagyok a céltábláján. Már nem tudok vele beazonosulni, nem tudok az áldozattal beazonosulni. És itt még mindig csak a szadista konstellációról beszélünk. Ezt az érzelmi kielégedettség konstellációt egyébként így egymás közt szadista konstellációnak szoktuk nevezni. Igen. És ennyi. Köszönöm. Említettem, hogy a biológiai természetes elváltozások nem vonatkoznak a mérgezésekre. És nem megy? Nem. Aha, értem. És hogyan tudjuk azt eldönteni, itt a többi előadásunknak azt fogjuk hallani, hogy nagyon sok mérgezés, hogy hol van az egészséges arány, onnantól kezdve pszichoszomatikus a betegség, és honnan miért, honnan az a mérge. Óriási nagy kérdés, amit feltettél, szerintem nem is tudom ezt röviden és értelmesen megválaszolni. Tehát a kérdés az volt, hogy hol van az a határ a mérgezéseknél, meg a természetes elváltozásoknál. Ugye orvostudományilag innentől kezdve mi napvilágosan különbséget tudunk tenni, de ismerjük be, hogyha beviszünk méreganyagokat a szervezetünkbe, ezek megzavarják a normál működésünket, felborítják a természetes egyensúlyt, és mindenféle furcsaság tüneteket fogunk produkálni. Szervi diszfunkciókat, rendellenes működéseket. De méregtől nem fog kialakulni daganatod. Méregtől nem fog kialakulni lokális sorvadásod. Tehát a mérleg az egy ilyen, most ezek a méreganyagok egy ilyen szőnyegbombázás jellegű, tehát az mindenhol hat. De nincsen olyan anyag, amit ha beveszek, lásd a dohányzásnak a megtévesztés marketingje, hogy a dohányzás tüdőrákot okoz. Hagyd ne mondjam, a tüdődaganathoz halálfélelmi konfliktus kell, semmi más nem látsz a cigis dobozokon, csak az, hogy halált okoz, halál, 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 mert ha nem félsz, a büdös életben nem lesz tüdőrákod. De hogyha 2 doboz cigit elszívok egyszerre, az akkor sem fog soha tüdő adenokarcinómát beindítani. És hogyha méreganyagok be tudnának indítani természetes elváltozásokat, akkor a dohány nikotinjára mindig mindenkinek tüdő adenokarcinómát kellene produkálni. Tehát a mérgezések az egész külön kategória. A mérgezések nem tartoznak bele a biológikába, új medicínába. De a jó hírem az, hogy anyatermészet egy művész. Úgy alakította ki a testünket, hogy szinte minden terheléshez tud alkalmazkodni. Ahogy már millió terhelést és mérgezést túléltünk az életünk az evolúció során. Bizonyára ismeritek a toxikológiából a Mithridatis alapelvet. Én tanultam ezt is, tök jó érdekes témák, sokféle méreg létezik. A Mithridatis alapelv kimondja, hogy minden nap egy csepp méreg oda vezet, hogy a halálos dózis már hatást sem mutat. Lásd a durva kábítószeresek, aki ilyen nagy dózissal lövi magát, egy olyan dózistól a kezdő drogos szörnyet halna. És ugyanez van a táplálkozásunk során testünkbe jutatott anyagokkal, a nátriumglutamáttal, na meg hagyjuk az összes ilyen szutykot, amit belecsempésznek az élelmiszereinkbe. Úgyhogy én a mérgezés miatt egyáltalán nem aggódom. Mert tudom, láttam 1000-szer életemben is, hogy a testünk hihetetlen mérgezéseket tud eliminálni, megszüntetni.
Lehet, hogy az illetőnek lesz a mérgezés miatt egy májkárosodása, mert roncsolódik a májszövet, de az nem daganat, az nem vezérelt sorvadás, hanem akkor az egy károsodás. A új medicinával, biológikával összekapcsolva ezt, az öt biológiai természettörvény és a természetes elváltozások rendszere nem érvényes a balesetekre, és az annak következtében kialakuló elváltozásokra, nem érvényes a mérgezésekre, és nem érvényes a baleset sugárzás. Ezekre nem érvényes. Azok, akik Csernobilba lapátolták az anyagot, és néhány nap múlva elhunytak, ezek nem természetes dolgok. Ezekre nem rendelkezünk előre beépített válaszreakciókkal. És én azért nem aggódom a mérgezések felől, mert a testünk szinte mindent tud eliminálni. Azért azt is hozzáteszem, hogy az egészséges táplálkozásnak is óriási jelentősége van. Antioxidánsok nem fognak, meg nem antioxidánsok, meg szabadgyökök, nem fognak daganatnövekedéseket előidézni. Mert egy daganatnövekedés mindig specifikus. Rákkeltő anyagok nem léteznek. Hogyan próbálták meg azt a látszatot kelteni a hivatalos akadémikus orvostudomány hívői, hogyan szerették volna azt bizonyítani, hogy léteznek rákkeltő anyagok. Fogtak egy vödör hipót, felszívták a hipót a formaldehid, de nagyon hasonló szaga van, és ezt a lötyit, ezt a hipót így befröcskölték a patkányoknak az orrüregébe. Elképzelhető, hogy ezek a patkányok konfliktust szenvedtek el, hogy ez nem kellemes? Próbáld ki otthon hipóval öplögeted az orrüregedet. Hát tuti, hogy belekönnyezel, és képzeld, ezt csinálták naponta a patkányokon. Aztán két hét múlva azt látták, hogy kimarta a szer, az ornyáka hátsájukat. Azt gondolták legalábbis, hogy kimarta, pedig nem, az egy fekélyesedés volt. És amikor vége volt a kísérletnek, akkor azt csinálták, hogy szokták, hogy a fele állatot legyilkolták, a felét meg meghagyták ilyen összehasonlításnak, meg ilyen további tesztekre, és azt látták, hogy a patkányok, akinek abba hagyták a kínzását, mindegyiknek elkezd folyni az orra, elkezdenek prüszkölni, és amikor mintát vesznek a ornyáka hátsájukról, mit látnak? Sejtszaporulatot. Hű, akkor na ugye, hogy rákkeltő a formaldehid. Hát nem. Az állatkínzást ne vegyük egy lapra a mérgezések következményével. Mérgezéstől nem fog kialakulni daganatod. Ebből biztos lehetsz. Viszont, ha te egészségtelenül táplálkozol, méreganyagokat viszel be a szervezetedbe, ez lecsökkenti a teljesítőképességét az egész agyadnak és testednek is. Az az ember, aki fáradt, alultáplált, sokkal érzékenyebb a biológiai konfliktusokra, és itt kapcsolódik össze a kettő. Azért szükséges tisztán tartani például ilyen vivonatúrás tuccokkal is a szervezetünket. Én nagyon szeretem, ne haragudjatok, ez reklám, azt mondjátok, reklám, nem érdekel. A Spenótportól is nagyon, van egy jó pár ilyen termékük, amit egyszerűen szeretek. Van, hogy még natúr is betolom, mert jó íze van. Az ilyen céklabogyókra, meg az ilyen zöldségszállítmányokra, meg ne is beszéljünk, mert szinte ilyen, hogy is mondjam, ilyen nasinak szoktam néha használni őket, nasinak is. Szóval, hogyha valaki alultáplált, sokkal érzékenyebb lesz a konfliktusokra, sokkal jobban rágerjed konfliktusokra, jobban eldrámázza ezeket. Aki viszont jól táplált, kiegyensúlyozott, kipihent, az sokkal ellenállóbb a konfliktusoknak, és így sokkal kevesebb elváltozást is produkálnak. Úgyhogy így függ ez a kettő össze, ha egyáltalán összefügg, de természetes elváltozás nem fog kialakulni mérgezés hatására. És ugye a diagnosztikában mekkora nagy dolog. Hát képzeld, beesik az orvosi rendelőbe egy beteg, eddig mindenfélét úgy össze-vissza kutatgattak, meg vizsgáltak, most megnézik, hogy na, ez a tünet. Mérgezés, baleset, sugárzás következménye? Nem. Akkor csak természetes elváltozás lehet. És ha az, akkor magának ehhez a hashátyadaganathoz kell egy hasüregre vonatkoztatott sérelmi konfliktusának lennie. Tessék elmondani, mi az. Rettegek a műtéttől. És kész, témánál vagyunk. Egyszerű, feltárható, áttekinthető, és a legszebb, leírja a folyamatokat, hogy mi mitől függ, mi meddig fog tartani,
és mi történik, hogyha megoldjuk a konfliktusainkat. Kifutnak az elváltozások, az agyunk kitisztul, visszatér az emberbe az együttérzés képessége, és tudunk normális, szociális életet élni. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Köszönöm szépen. A webcímünket bemondhatom még? Hogyne. Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a biologika.hu oldalt. Ott rengeteg anyagot találtok, cikkeket, videókat, valamint a biologika.tv címen elérhető ingyenes oktató videókat is ajánlom szeretettel figyelmetbe. Ha még szkeptikus vagy, kétségeid vannak, nézd meg a videókat, csekkold a környezetedben, és van egy szuper anyag a kezedben. Köszönöm szépen még egyszer. Ó, de drága vagy, nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönöm a meghívást, és örülök mindig, ha itt lehetek.